Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten brawlstarsozni fogunk, és méghozzá van egy hatalmas hírem, amit mindjárt el fogok mondani, de mielőtt ezt megtenném, megkérlek arra, hogy mindenféleképpen támogass a hatalmas lájkkal, illetve feliratkozással, hiszen ez neked csupán két gomnyomás, nekem meg tényleg mindennél többet jelent, hogyha esetleg feliratkozol, illetve megnyomod a lájkot, és örök hála plusz 12 nap, amennyiben megnyomod a feliratkozás gombot, nagyon szépen megköszönöm, egy hatalmas segítség. Illetve ha bekövetsz Instagramon, akkor megtudhatsz egy-két érdekességet a magánéletemről, link a leírásba hozzá. Na de azt mondom, hogy váljunk is bele a videó fő témájába, és közben még erről beszélek, menjünk pár mérkőzést Bibivel. Be is ugrok a meccsbe, és közben elmondom a nagy hírt, hogy igen, hivatalosan is Supercell partner lettem innentől kezdve, tehát most már partner vagyok a Supercellnél, ami mindjárt elmondom, hogy milyen változásokkal jár, illetve mik lesznek. És ugye a legfőbb változások az, hogy pár dologban meg van kötve a kezem innentől kezdve. Például egy ilyen dolog az, hogy soha többé nem léphetek be néző karakterére. Mint hogy feltűnt nektek az utóbbi másfél év, de utolsó mondjuk fél évben nem is léptem be, de most már lassan egy éve nem léptem be néző karakterére. Pont ezért, mert tudtam, hogy tilos, és annak ellenére, hogy ezért nem büntettek, akkor sem csináltam, mert ha valami tilos, akkor azt ne csináljuk, én így voltam vele, de most, hogy hivatalos partner vagyok, innentől kezdve biztosan nem léphetek be néző karakterére, tehát nem lesz nézői leállítás, sem egyéb más dolog, például gemnyereményjáték sem ilyen formában nem lesz, más formában valami utódja lesz a gemnyereményjátékoknak is, de így gemet nem tudok venni, ha csak nem Google Play kárdal, mert azzal meg fogom tudni oldani. Tehát egy pár dolog meg fog szűnni a csatornán ezáltal, de valamit valamiért, mint tudjátok, tehát egy pár ilyen apróság most már innentől kezdve nem lesz, szóval ne is kérdezzétek meg, hogy veszel nekem gemet, kinyitod a ládáimat, mert értelemszerűen nem léphetek be a karakteretekre. Ez az első, amit el szerettem volna mondani, és talán a legfontosabb ezzel kapcsolatban. A második az, ami gondolom a legtöbbetekben felmerült, hogy lesz-e kódom. Egyelőre kódom nem lesz, körülbelül szerintem egy év múlva lesz a legkorábban kódom, én legalábbis ezt gondolom, hogy egy évnél hamarabb nem hinném, hogy lesz kódom, mert ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, mire az emberek kódot kapnak. Szóval majd egy év múlva visszatérünk erre a kódos dologra, addig viszont ezzel kapcsolatban csak várunk. Szerencsére a Dynamite meghalt közben, ami egy király dolog. Ő egyből teleporttal ment be. Új, annál ki kell bekkelni. Szóval a kóddal kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani, illetve hogy milyen egyéb változások lesznek. Igaziból olyan sok mindenben nem hat ki a csatornára, tehát nagyjából majdnem minden ugyanígy fog működni. Közben egy top 2-t megyünk, ami egész jó is lehet akár, de értelemszerűen ez egy... majdnem meglett amúgy. De a top 2 egy jó eredmény, azt kell, hogy mondjam. Tehát olyan nagy változásokkal nem kell számolni, mert főleg ilyen apróságok vannak, hogy nem léphetek be a néző karakterére, illetve jobban oda fogok figyelni, hogy sokkal minőségibbek legyenek a videók. Tehát, hogy igaziból nem sok minden fog változni, ugyanígy fog minden menni. Mielőtt megkérdeznétek, öcsém karakterére csak úgy léphetek be, hogyha ő is szerepel a videóban, de olyankor úgyis mindig szerepel a videóban, és nem én lépek be az ő karakterére, hanem ő játszik a sajátjáról. Tehát, hogy öcsém karakteréről ugyanúgy lesznek videók, ez nem fog változni. És nagyjából szerintem most minden fontosabb dolgot elmondtam ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi van, ami még érdekelhet titeket ezzel a témával kapcsolatban. Viszont írjátok meg komment szekcióba a kérdéseiteket, és fogok válaszolni a legtöbb kérdésre, amiket látom, és akkor el tudok mondani még egy-két ilyen dolgot nektek ezzel az egészen kapcsolatban, valami érdekel. Tényleg írjátok le, hogy mi az, amire kíváncsiak vagytok ezzel a partnerséggel kapcsolatban, és amit elmondhatok, azt el is fogom mondani. Sok mindent nem mondhatok el például, mert egy pár dologban ugye meg van kötve a kedve, mind ahogy mondtam, de nagyjából ennyit kell erről az egész dologról tudni, vagy legalábbis nekem így elsőre ennyi jut eszembe, ami fontos lehet ezzel a kapcsolatban, és én azt mondom, hogy körülbelül egy évig nem lesz komolyabb változás, néha lesz egy halál, az gyakrabban. Tehát néha lesz egy olyan, hogy mondjuk kapok a Supercell-től egy csomagot, azt kinyitom videóba, meg fogok tudni hamarabb dolgokat az update-ekkel kapcsolatban, bár nem hiszem, hogy ilyen update előrejelző videók lesznek, mert úgyis megcsinálják a többi ilyen magyarnál nagyobb videósok. Tehát, hogy igaziból nem sok minden változást látok ezzel kapcsolatban, tényleg nagyjából annyi az összváltozás, egy pár dologba oda kell jobban figyelnem, minőségi videókat kell csinálnom, illetve még az utolsó dolog, amire oda kell figyelni, az, hogy fogok kapni pár ingyenes dobozt, ami királyság, de persze nem ez a lényege, hanem az, hogy majd egyszer nekem is legyen Supercell Creator kódom, és majd akkor fog igazán megtérülni az, hogy partner lettem, legalábbis én jelenleg azt látom, hogy partnerségben a legjobb dolog a kód, viszont az csak egy év múlva lesz körülbelül elérhető számomra. Na most, hogy már tényleg minden fontos dolgot elmondtam, ami nekem elsőre ezzel kapcsolatban eszembe jutott, nincs más dolgunk, mint pár meccset nyerni még Bibivel, és felvinni valahogyan a 600 kupára, de az azt kéne, hogy az egyik ne öljön meg engem, de sajnos ultival közel került.
és így meg tudtak engem ölni, ami picit szomorú, bár nem vészes, mert még mindig három meccset kell valahogy nyerni. Ha sikerülne, akkor meg lenne ő is 600 kupán, ami egy kifejezetten jó eredmény lenne. És akkor még egy karakterem, ő lenne 21. karakterem 600 kupán, ami egész jó eredmény, azt kell mondjam. Itt egy Power Cube, egy Elprimóval kell érte megküzdenem, kapta a sebzést. Menj a Power Cube-omtól? Kösz szépen. Két gadgetet kicsaltunk az Elprimótól, az ultim felét feltöltöttem, és meg is öltem. Tehát jelenleg nem paraszkodok egy kezdés tekintetében. Ott egy Bull, ja nem is egy Bull, egy Edgar, talán még rosszabb is. Inkább feltöltöm a nagy lövésemet. Tudtam, hogy jönni fog az Edgar. Jó döntés volt szerintem visszavonulni. Az Elprimó viszont ezt a Power Cube-ot nekem odahagyta. Pedig nem is volt, ami egy érdekes döntés részére, az még vissza fog pattanni. Így van, majd még egyszer ellököm. Adok tíme! Elprimó letímelt a Stroverrel? Hát ilyet is ritkán lehet látni. Hát csókolom, ő menjen már ki a viharba. Vagy nem? Ó, nem baj, nem baj, meghalt. Stroover is kapta. De vigyázni kell. A tímer mindenit. Hát csak azért is megöltem, értek, ne itt tímeljen nekem. Oké, top 6, ez még nem a legjobb, tehát most egy picit igazából bokorba kéne várni. De sajnos azt nem tehetem meg, mert nem szeretek, nem vagyok olyan türelmes. Viszont azt kéne nézni, mit tudok kezdeni ezen a mérkőzésen. Top 5 az meg fokkal jobb, de még mindig... Ne. Ott tudtam, hogy ott van, és tudtam azt, hogy egy gadgetet ki fog tudni tőle csalni, ha rámegyek agresszívan. Nem akartam valójában megütni, nem akartam vele harcolni. Csupán annyit akartam, hogy egy gadget jöjjön ki, meg is történt, és ez bőven elég volt számomra, hogy a gadgetjét elpazarolta. Mert ugye, amíg van gadgetje, addig egyben is meg tud ölni, de miután nem lesz gadgetje. Nyomd el gadgetet, nyomd. Oké. Gadgetet meg az ultit is kicsaltam tőle ismételten. Hát így kell átverni egy ilyen kis rovert. Van még gadgeted? Csak nincs. Csak nincs már a kollégának gadget. Jó, a Shelly rá is csúszott. Így a top 2-t össze is hoztuk. Le fog ultizni. Jó, top 2. Az ismételten egy jó eredmény, azt kell mondjam. Persze, van annál jobb is. De a top 2 semmiféleképpen nem egy rossz eredmény, legalábbis én ezt gondolom. Már is beugrunk a következő mérkőzésbe, a remélhetőleg szintén hasonlóan jól fogunk teljesíteni, mint az előző meccsem. Egyben van egy Power Cube előttem, amit én azt gondolom, hogy el is fogok hozni, mert egy Power Cube az mindig jól jön, főleg hogyha az enyém. Szóval ezt el is fogom hozni, meg is van az első Power Cube, majd bemegyek közé felé, és kockáztatok? Jelen esetben kockáztatok, én azt mondom, mert miért ne? Miért ne? És ezt hoppál is tudtam hozni még időben. Kiment onnan az ellenfél, tehát én azt gondolom, hogy még ezt a kettőt is bátran elhozhatom. És most már szerintem ezt a középső bokrot én uralom. És innen mind a maradék kettő Power Cube-od enyém lehet, meg is van, már csak egyetlen egy box vár rám. Bejön egy Shelly, aki szépen majd meg kell viccelni, hogy elmegy a box felé. Itt a Shelly. Pedig tudtam, hogy ott a Shelly. Annyira tudtam, hogy ott van. Viszont ő vett észre engem hamarabb, és így viszont ez egy rossz mérkőzés lett, egy kifejezetten rossz meccs, pedig ez abszolút lehetett volna egy nagyon jó meccs, mert nagyon jól láttam, csak ki kellett volna jönni a bokorból, amikor megláttam, hogy a Shellynek ultia van, nem tudom, hogy mit gondoltam. Valamiért azt hittem, hogy meg fogom tudni ölni annak ellenére, neki fent az ultia a Power Cube fölényből, de valószínűleg elbíztam magamat az előző meccsen, még ha nem is picit, hanem nagyon. És ennek köszönhetően azt gondolom, hogy abszolút megérdemeltem, hogy meghaltam, hisz rosszul játszottam meg a szituációt, ezen túlvállaltam magam, nagyon-nagyon túlvállaltam. Most ez másodjára remélhetőleg nem fog előfordulni. Ezt nem láttam, hogy ott bejött egy Edgar, szóval inkább lecsekkolom. Egy kis lag. Puh. Szerencsére így is meghalt az Edgar. Igen, tehát tudtam, hogy ott az Edgar, ezért először rámentem, azt megöltem. Na ott jön egy Sandy, tehát vele is ugyanezt kell csinálni. Is ment. Hol fog bejönni? Vissza kéne menni azért a két boxért, én azt gondolom egyenlőre. És megint egy Shelly megjelent, nem hiszem el. Nem hiszem el, egymás után kétszer ugyanúgy halok meg. XD. Hát ez... szomorú. Ez kifejezetten szomorú. Viszont még egy utolsó mérkőzésbe ugorjunk be, én azt gondolom. Hát, ha ott tudunk már nyerni, mert ez a két meccs, ez borzalmasan rosszul volt. Méghozzá rajtam múlt, hogy rossz volt. Egyszerűen megint elbíztam magam, egymás után kétszer. Attól függetlenül plusz kupás mérkőzés, és nem is panaszkodok, meg semmi, mert most eléggé, hát adrenalinnal teli időszak van, és most kicsit nem tudok koncentrálni a játékra, hogy megtudtam, hogy partner lettem, mert most ezen gondolkodok jelenleg, és nem a játékon maximálisan. Viszont nem probléma.
Á, nem kapta sajnos a Bull, pedig abból halhatott is volna akár. Ott középen egy igen szimpatikus harc. Shellyt nem fogom tudni megölni, illetve középről is lehet, hogy biztonságosabb dolog kijönni. Jelenleg 7 darab power cube-on van, ami hát közepesen kevés, azt kell, hogy mondjam. Valahogy ebből majd még egy picit többet kell csinálni. Marad egyenlőre az egy power cube. Ott a Shelly. Egyelőre megszivattak a Shellyk. De ezt most kapta. Megint van ulti a Shellynek. XD, na jó! Na jó, ezt már direkt csináltam, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér, és öljön meg a Shelly megint, amiatt már elhiszem, hogy meg tudom ölni a Shellyt 1v1-ben, de nem tudom megölni, viszont ez a mai videó ennyi lett volna. Remélem élveztétek, én nagyon élveztem, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, hát nekem ez már egy jó nap, tényleg köszönöm mindenkinek, itt voltatok, a végszó az, hogy sziasztok, köszönöm a figyelmeteket, holnap majd találkozunk egy újabb videóban, illetve mai livestreamben, addig is velem tartás, kommentelés, meg persze felrakodás. Sziasztok, ciao ciao, bye bye, ciao ciao, sziasztok.